Még augusztus végén Norbival ellátogattunk a Budapesti Light Art Múzeumba, ugyanis engem minden ilyen fénytechnikai cucc baromira vonz, és hát kíváncsi voltam arra, hogy igazából mit tartogat egy ilyen fénymúzeum. Összességében tetszett a kiállítás, illetve ráébresztett arra, hogy mennyire sokszínű és fantasztikus a fényművészet világa. Rettentően megtetszett, és mintha ezt megérezték volna a Samsungnál, ugyanis megkerestek azzal, hogy nem lenne kedvem kipróbálni ezt a kis projektorukat. Én pedig úgy voltam vele, hogy ez egy fantasztikus alkalom lehetne arra, hogy megpróbálkozzak én is valamiféle fényművészkedéssel, ugyanis ebben a múzeumban is több projektorra alapuló alkotással találkoztunk. Szóval körbenéztem a neten, és megtaláltam a tökéletes kihívást számomra, illetve ennek a kis projektornak. Íme! Ez itt nem csupán egy ilyen látványos falfestmény, ugyanis készült hozzá egy ilyen rávetítető animáció is, amit tulajdonképpen az egész így életre tud kelni. Fantasztikus! Na ezt akarom én is! Hát ez mennyire jó már! Oké, azért egy ekkora falfelület valószínűleg túlzás lenne így elsőre. Elmondom, hogy én mire gondoltam. Szóval én egy ilyen 2 méterszer 1 méteres képet szeretnék összehozni, és nem a falra fogom fölfesteni, hanem valamiféle vászonra, amit polisztirol lapokból ragasztanék össze. Ugyanis így annak ellenére, hogy nagy lesz, még viszonylag könnyen pakolható lesz ide-oda. A grafika pedig, és ez a stílus nekem annyira tetszik, hogy meg szeretném próbálni lemásolni. Annyi különbséggel, hogy az én rajzomnak a témája nem lenne más, mint a... Ha pedig ez megvan, akkor megpróbálnék készíteni hozzá valami látványos, villódzó animációt, amit rá tudunk vetíteni a freestyle-lal. Szóval nézzük meg, hogy nulla light artos tapasztalattal mennyire tudom lemásolni két profi művésznek az alkotását. Hát, ebben lesz kihívás bőven. 5 állomásra osztottam fel ezt a projektet, igen, az utolsóból még lehet akár egy nagy csalódás is, de álljunk hozzá pozitívan. Na lássunk neki! Először megpróbáltam lemásolni ezeket a betűket, meg valahogy úgy elrendezni őket, hogy odaférjen ez a jó öreg kamionsofőr is. Szeva. És ha már itt van ez a fej, arra gondoltam, hogy az összes fekete-fehér csík belőle indulhatnak ki, amiket pár helyen megpróbáltam én is így keresztül szőni a betűkön. Szétdobáltam pár cetlit, aztán neki láttam lemásolni ezt a bolygót. Ez annyira jól néz ki ezekkel a gyűrűkkel, hogy ezt semmiképp sem akartam volna lehagyni. Szétdobáltam még több cetlit, és kerestem még helyet ezeknek a szerteágazó csíkoknak. Itt már csak ilyen apróságok hiányoztak róla, úgyhogy rajzoltam rá csillagokat, megteletűzdeltem fekete-fehér pöttyökkel. Kíváncsi lettem rá, hogy ez hogy fog mutatni majd a helyén a falon, úgyhogy a freestyle segítségével ezt gyorsan lecsekkoltam, és hát szerintem ez így nem rossz. Ezek után pedig már csak szét kellett darabolni, hogy a későbbiekben majd külön-külön tudjuk felvillantani az egyes elemeit. Hú, hát én őszintén nem gondoltam volna, hogy ez ekkora szívás lesz, de az volt, hát az a helyzet, hogy az volt. Mármint ezt az egész képet összehozni, ugyanis hát nem vagyok grafikus, szóval menet közben egy rakás tutoriát néztem meg, hogy ez elkészülhessen. Szóval ez a része is megvan, úgyhogy végre tovább lehet lépni. És rátérhetünk a vászon elkészítésére. Itt vannak ezek a kis... Niketszel lapok, ezekből szeretném összerakni a vásznunkat. Hát nagyon bízom benne, hogy egybe fog maradni, mert ha nem, akkor gondban leszek. Szóval működnie kell, úgyhogy neki is látok. Első lépésként arra gondoltam, nyomok egy kis ragasztót az illesztések közé, de... Ez a rohadék anyag kivarta a niketszel lapot. Szuper, szóval lett itt nekünk egy folyómeder, meg a többin is. Szóval ezek mehetnek a kukába. Én pedig vehettem egy újabb adag polisztirol lapot, fájó búcsút vettem ettől a ragasztótól, és neki láttam még egyszer. Összevágtam pár ilyen rövid lécet, aztán egy ragasztópisztoly segítségével megpróbáltam ezeket a lapokat egybe ragasztani. Elkészült a vászon, elég stabilnak tűnik. Jó, hát ez szét nem fog esni, szerintem már elég korrekt. És azt kell kitalálni, hogy hova rakjam a festéshez. Végül arra jutottam, hogy egy ilyen tépőzáras megoldással ideiglenesen felszereltem erre a polcra. Vetítsük rá ezt a képet, kíváncsi, hogy hogy fog mutatni. A freestyle-t összekötöttem egy laptoppal, és a képet Premiere Pro-ban ráigazítottam a vászonra. Elérkeztünk ahhoz a részhez, amitől a legjobban tartok. Az akrilfestékkel körbe megyek a kontúrokon. Szerintem itt könnyű hibát ejteni, úgyhogy próbálok minél precízebb lenni. Hát meglátjuk. Essünk túl rajta. Kezdjük el. Tartottam tőle, hogy zavaró lesz egy ilyen vetített képre festeni, de végül nem ez okozta a nehézséget, hanem szimplán csak az, hogy sosem szoktam festeni. Igen, ezeket Márktól kaptam kölcsön, szóval rettentő lassan haladtam. Közben meg szegény projektor szétunta magát, ugyanis ő sokkal többre is képes. Mivel van benne hangszóró is, ezért minden további cucc nélkül lehet rajta YouTube-ot nézni, vagy különböző streaming szolgáltatásokat,
kivetíthetjük vele egy telefon kijelzőjét, ráadásul bárhova is tesszük le, érzékeli a felületet, amire vetít, és pillanatok alatt ráigazítja, illetve ráfókuszálja a képet. Szóval ha filmnézés közben úgy döntünk, akkor akár még a plafonra is átirányíthatjuk, bár mondjuk itt nálam pont belóg ez a hülye lámpa, de szerencsére ezt is könnyedén lehet vele korrigálni, tehát végül is mennyezeti freskók elkészítésében is besegíthet, bár ezzel nem hiszem, hogy valahogy is fogok próbálkozni, mert éppen elég nagy kihívás volt nekem ez is. Elkészült a negyede? Én már nem tudom hány órája festek, kicsit belefáradtam, de egyébként baromi lelkes vagyok, mert ez azt kell mondjam, hogy jól néz ki. Jó lesz. Jó lesz. Amikor megszerkesztettem ezt a képet, próbáltam törekedni arra, hogy ne legyen túlzott a részletgazdag. Nyilván nem akartam magamat megszivatni, de azért a végén egy kicsit csak sikerült. Szerintem az álmaimban még jó sokáig fognak kísérteni a H és az M betűk, de legalább volt alkalmam végighallgatni egy nagy rakás podcastet. Hát el sem hiszem, de végre elkészült. Rosszul mértem föl, hogy mennyi időt fog igénybe venni, de legalább megérte. Szóval szerintem egész jól néz ki. Ez egy jó kör volt. A kép letudva jöhetett az animálás. De még előtte szerettem volna megnézni, hogy vajon ténylegesen a helyükre tudom-e vetíteni az egyes elemeket. Úgyhogy tesznek gyorsan behúztam Premiere-be ezt a fejet meg a pöttyöket. Hoppá! Azt a mindenit, ez működik. Sőt, lehet, hogy ez még jobb is, mint amire számítottam. Nagyon érdekes. Olyan, mintha igazából ez hátulról lenne megvilágítva. Ez rohadt jó, mint hogy tényleg világítana. Én nem is számítottam rá, hogy ez a legelső teszt ennyire látványos lesz, úgyhogy baromi lelkesen ültem le az animáción ötletelni. Még korábban ugye mondtam, hogy mennyire tetszik ez a bolygó ezekkel a gyűrűkkel, és szerencsére a YouTube-on találtam egy tutoriált, ami alapján egész hasonlót össze tudtam hozni, szóval ezt is kipipálhattam a listámról. Ráadásul ilyen fénycsóvákat amúgy is szerettem volna a fejtől szerteágazó csíkoknál is, úgyhogy ez a technika oda is baromi jól jött. Készítettem egy ilyen pislákoló animációt a csillagokhoz, utána pedig a kép minden egyes elemén ötleteltem külön-külön. Aztán az elkészült variációkat többféleképpen is összekombináltam, de az a probléma az ilyen típusú feladatokkal, hogy valójában sosem készül el velük az ember, mert hát mindig jönnek új ötletek, mindig lenne mi módosítani, szóval a szerkesztés egy pontján azt mondtam, hogy oké, állj, mondjuk azt, hogy kész. Ó, persze nincs kész, mert sosem lesz kész, de hogy kész. Kértem egy kis segítséget Marktól, és megpróbáltuk közösen minél precízebben felrakni a falra. A freestyle felkerült erre a polcra, és megnéztük a végeredményt. Hát na ez nem volt egy egyszerű kihívás, de összeállt! Összeállt, ott van, és borzasztóan örülök! Köszönöm nektek, hogy végignéztétek ezt a videót, a Samsungnak pedig, hogy támogatták a megvalósulását. A freestyle-ról, illetve a hozzákapható kiegészítőkről további infókat a videó alatti linkre kattintva olvashattok. Találkozunk a legközelebbi videóban, sziasztok!